Lopott mentőautóval ütött el egy családot egy férfi a Norvég fővárosban. A rendőrség és az oszlói kórház beszámolója szerint a támadó egy puskával felfegyverkezve rabolt el egy mentőautót, és amikor elhajtotta a járművel, elsodort egy családot, amelynek három tagja köztük egy hét hónapos ikerpár megsérült. A mentőautót az oszlói egyetemi kórház másik mentőautója állította meg, amely nekihajtott az elrabolt kocsinak. A helyszínre érkező rendőrök tüzet nyitottak az autótól vajra, aki megsebesült, majd ezután őrizetbe vették. A hatóság egyelőre nem közölt részleteket az esetről, így a támadó indítékát sem tudni.